Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön World War 3. Nem gondoltátok, hogy lemaradt ez a játék a radaromról, ugye vár? Nos, kértétek egy páron tőlem Facebookon, hogy mutassam be a játékot, beszéljek róla, mi a véleményem, és mindenkinek írtam, hogy addig nem, amíg magam is rá nem teszem a kezem, úgyhogy most készítőktől kaptam CD kulcsot, illetve beta kulcsot, vagy hívjátok, hogy szeretek, Early Access kulcsot. A lényeg az, hogy megkaptam, hála az égnek, és tudtam vele játszani néhány komplikáció után, mert ugye összeszarták magukat a szerverek, nem összeszarták magukat a szerverek, de volt valami kapcsolódási probléma a szervereknél, és két napig konkrétan nem tudott felcsatlakozni a játék a szerverekre, úgyhogy update hátán jött, aztán a végén letörölte az egész játékot, újra telepítettem az egész játékot, és végre egy egész hajnalt végig tudtam vele játszani, mert akkor gyorsan felveszem a videókat, még mielőtt valami baj lenne vele. Úgyhogy, ja, itt egy kis probléma volt, de nagyon vegyes volt a közösség ebben a szempontból, ahogy néztem a kommenteket a fórumjaikon, hogy sokaknak ment a játék, sokaknak nem ment a játék, és hogy próbálják ezt a hibát folyamatosan eszközölni, és ennek hála, hogy ezt a hibát próbálják eszközölni, minden content, ami le volt zárva eddig, elérhetővé vált, úgyhogy úgy rakod össze magadnak a dolgokat a játékba, hogy akarod, és ez fantasztikus bemutató szempontjából, és el kell, hogy mondjam, és ezt biztosan hallottátok már más videósoktól is, hogy ami ebben a játékban van, összeállítási lehetőség fegyverekre, katonára, jó mondjuk skinek a katonára, ez a mindig zöld alapú, vagy valami ilyen, vagy valamilyen ilyen világos barna, vagy ilyesmi, szóval nem nagy szám, hogy ott aztán nagyon nem, nincs mit customizálni, de viszont fegyverek által, úristen, tehát nagyon sokféle módon szabhatod össze, amit akarsz. Ez ebben a játékban fantasztikus, de lehet, hogy csináljunk egy másik videót, mert lehet, hogy ez a játék megér egy másik videót is. Még nem tudom. De beszéljünk arról, hogy Jesszus, beléptem a játékba, és van az az érzés, hogy már nagyon sokszor megégettük magunkat mostanra, hogy a gamerek, és így vagy úgy próbálnak nekünk eladni különböző játékokat, különböző üzenettel, különböző nagyobb videósokat megkeresnek, fizetnek nekik, csinálja egy videót, mondja jót, és hát egy ilyen szerződésben, amikor valaki megkeres téged, hogy csinálja egy videót a játékáról, akkor van egy pár kikötés, hogy őszinte legyek. És azon pár kikötésen belül pedig legtöbbször ki van emelve, hogy nem szeretnénk rosszat hallani a játékról, légy persze őszinte, de ne a negatív oldalra told el a játékot. No, ez így szokott lenni. Most nekem nincs ilyen, én csak kaptam egy kulcsot, úgyhogy beszéltek őszintén című történet. Úgyhogy igyekszem hideget-meleget mondani a játékról, nem elfogultnak lenni. Aztán ti majd eldöntitek, hogy mi lesz. Na most, beszélgessünk inkább akkor arról, hogy milyen érzések voltak, miközben játszottam. Szerintem az fontos, hogy hogy éreztem magam én speciál, miközben játszottam ezzel a játékkal, mennyire volt frusztráló, mennyire volt nem, mennyire jó a gameplay maga, a gunplay, tehát a fegyverjáték, és hogy vannak ezek megcsinálva, pályák és a többi, tehát egy ilyesmiről fogunk beszélni, aztán egy másik videóban szerintem beszélgetünk egy kicsit többet a fegyverekről és a többi. Na most, először beléptem a játékba, és elkezdtem játszani, konkrétan eljutottam odáig, hogy az első embert lelövöm, az első pontot befoglalom, és így úristen, tehát így komolyan így pulzus megemelkedik, és azt a kurva, ez egy jó játék, és tudnotok kell, hogy ezt a játékot Fun51 készíti, egy lengyel cégről van szó, egy kis cégről van szó, és egy nagyon nagy projektbe vágtak bele, és az egyenes, hogy is mondjam, versenytársának a játéknak ugye a Battlefield lesz, tehát legalábbis hasonszőrű a Battlefieldhez, és az lesz igazából az egyetlen komolyabb versenytárs ennek a játéknak, ha nyélbe ütik ezt a játékot. És azért természetesen itt jön a kérdés az, hogy lehet-e rosszat mondani egy Early Access játékról?
mivel hogy nagy projekt, és látszik, hogy jó irányba alakul. És lehet erről rosszat mondani. Megengedhetjük-e magunknak azt, hogy kiemeljük a hibákat ebben a játékban, és mint egy feedback menjen a készítőknek, és ne az legyen, hogy az a community, aki nagyon szereti ezt a játékot, rád rage-el, hogy úristen, mert biztosan nem tudsz vele játszani, vagy itt ez, nem értesz hozzá, és a többi. Mert hogy, és ezt miért mondom, ez a játék első benyomásra kurva jó. Te egyszerűen kurva jó. Nagyon jól éreztem magam, miközben játszottam. A fegyverek, illetve a gunplay nagyon ki van találva. A time to kill egy kicsit lassú, de nem baj, mert bocsánat, nem, egy kicsit gyors a time to kill, de nem baj, mert hihetetlenül jól kompenzálja a fegyvereknek az egyedi viselkedése, a visszarúgástól kezdve a szórás, az alkatrészek, amit ráteszel, és az ezt befolyásoló súly, mert hogy a játék ugye súly alapúra van megcsinálva, attól függően, hogy hogyan állítod össze a fegyveredet, úgy növekszik a katonádnak a súlya is, hogy milyen felszerelést cipelsz magaddal, úgy növekszik a katonás súlya, és annak mértékében fogja befolyásolni a játék menetedet. Egyszerűen elég jól van kitalálva ez a rendszer. Őszinte leszek veletek, elsőre nem éreztem egy akkora hatást, hogy ez a súlyrendszer hatalmasan befolyásolná az én játékmenetemet, mindenhol ott tudtam lenni, igaz, egy ilyen könnyű gyalogsági felszereléssel mentem, egy fegyver volt nálam, és azzal nyomultam, és nem volt nálam semmi nehéz cucc ebből a szempontból, úgyhogy egész jó volt, ez nekem egész jó volt, majd kipróbálom a többit is, hogyha kíváncsiak vagytok rá, és egyszerűen elképesztő játék élményben volt részem. Nem tudom, hogy azért, mert ment a játék, de egyszer annyira élveztem lőni a fegyverekkel. Nagyon ki voltak találva. Egy kis kihívás volt a lövésbe. Volt golyóejtés, és minden fegyverre nagyon jól nézett ki. Az egész hangulata a pályának jól nézett ki. Kicsit sok a szürke, de nem baj, mert végül is városokban játszódik. És magyar zászló alatt harcolhatok. Szóval ez így kurva jó volt. Mármint, hogy van egy ilyen magyar kis zászló a katonámon, és ott a magyar zászló, és kurva jó. Ez ott van a szeren. Modern, amire ugye manapság, tehát én is inkább egy modern, hogy is mondjam, Battlefield-szerű játékkal játszom szívesebben. És mennyire hasonlít a Battlefield 4-re? Meg ez egy kicsit komplexebb és bonyolultabb, mint a Battlefield 4, és ez köszönhető a fegyver mechanikának és ennek a súlyrendszernek, amit kitaláltak, és nyelbe ütötték. Egyszerűen ez font. Nem, tehát akik készítik ezt a játékot a Fun 51-nál, ezek szétjátszották magukat Armával vagy Battlefield-del, az biztos, és a kettőnek egy nagyon kiegyensúlyozott változatát hozták létre. És ez viszont nagyon-nagyon-nagyon jót tett magának a gameplaynek. Ugyanakkor nem minden ezüst, ami fénylik, ugyebár, de és a játéknak rengeteg hibája van. Kezdjük ott, amit az elején mondtam, a csatlakozás problémája, és 30 euró. Akkor a spawn rendszer egyszerűen katasztrofális, sajnos, ezt kell, hogy mondjam. Pozitív és negatív is. A negatív az, hogy random berak az enemy elé, no probléma, no spawn protection. De néha olyan meglepetésszerűen rak be jó helyekre, hogy így teljes mértékben előnyben kerülsz az enemivel szembe, persze akkor az enemi, ugye, mondja. Szóval mindenképp a spawn rendszeren valahogy valamit csinálni kéne, hogy őszinte legyek, mert nagyon sokszor, de tényleg nagyon sokszor fordult elő az, hogy spawn instahal, időm nem volt felfogni, hogy honnan jött a golyó, de instahal, tényleg spawn, dőltem el. És ez így a 20. meccs után egy kicsit kezdett frusztráló lenni. Addig nagyon mosolyogtam, meg kurvára élveztem, jó, most is élvezem, de amikor már így ez már sokadjára előfordult, az ott probléma volt. Hitbox-al
hogy őszinte legyek, talán voltak problémák köszönhetően a szervernek, de attól függetlenül jól van kitalálva, szóval elég precízen kell lőni, hogy eltaláld az embert, és ez helyén van így. Az ellenfél katonáit kicsit nehezen lehet észrevenni, néha akkor is, amikor közel vannak hozzád. Talán arra kéne egy kicsit jobban valami észrevételt csinálni, de ugyanakkor megvolt benne az az élvezet, a vadászat élvezete, és ezt nagyon sokszor éltem át. Tehát, hogy így, például voltam egy bevásárló központban, közel egy ponthoz, és behúzottam egy sötét sarokba, jöttek az enemik, bim, 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 szépen leszettem őket, és utána kimentem a pontról, és elkezdtem szépen lassan elindulni a másik felé, óvatosan, mert tudtam, hogy bárhonnan jöhetnek enemik, mert konkrétan a pont, amit elfoglaltam középen, most két oldalt mindenhol az enemik pontja volt, és jöhetnek bárhol, és az a vadászat élménye, hogy kerestem az embereket, hogy eljussak az másik pontra, nagyon jó érzés volt. A következő pedig a csoport élménye, ami jó érzés volt, az, hogy együtt működtek az emberek azért, hogy bevenjenek egy pontot, mert szólóban nem lehet. Battlefield 4-ben bemész egy helyre, és szólóban beveszed, hogyha nagyon ügyes vagy. Itt szükséged van egy csoportra, hogy elterelje a figyelmét az ellenfeleknek, hogy te megkerülhessd őket, és esetleg akkor le tudsz szedni egy jó párat, hogy be tudjál nyomulni arra az adott pontra. A jó párat leszedés élménye is megvan, mivel egy tárba 3, 4, 5 embert is le tudtam szedni, hogyha szükség volt rá, és hogyha jól ment a célzás, megfelelő távolságban voltam a fegyvereknek. És megint ugye azt mondom, megfelelő távolságban nem fogsz leszedni 4-5 embert, hogyha nem vagy megfelelő távolságban az emberek, mert kurvára szórnak a fegyverek, és tudni kell őket irányítani, ami nagyon-nagyon jó. Rég nem volt ilyen egy játékban, és ez nagyon hiányzott, hogy őszinte legyek. Nos, végső összefoglalónak remélem, hogy eljutottatok idáig a videóval, és felteszitek azt a kérdést magatoknak, vagy nekem, hogy hé, Nekró, érdemes ezt a játékot megvenni most, hiszen 20-30 euró vagy valami ilyesmivel kerül Early Access. Srácok, nagyon látszik rajta, hogy Early Access. Nagyon-nagyon látszik rajta, hogy Early Access. Ha csak félre nem tudod tenni magadban azt, hogy ez egy Early Access, és látni benne a potenciát, és azt az élményt, amit tud adni a gameplay, és türelmesen kivárni, amit hoznak majd a készítők, ugyanis kurva sok pénzt kerestek már vele. Szóval több százezren vették meg a játékot, és tehát legalább 3 millió euró körül kerestek már vele. Az nagyon sok pénz arra, hogy egy játékot tökéletesítsenek. És itt dől el, hogy mi lesz ez a játék. Mire fogják költeni a készítők ezt a pénzt? Önmagukra, hogy jól érezzük magunkat, vagy befektetnek a játékukba, hogy később még több pénzt csinálhassanak? Ez itt a nagy kérdés. Srácok, azt mondom, hogy itt most ezt a játékot megvenni még nem szabad. Várni kell. Épp kerestek már vele elég pénzt ahhoz, hogy lássuk, hogy hova fejlesztik tovább ezt a játékot. Épp elég pénzt kerestek vele ahhoz. És hogyha jó irányba fejlesztik, és hallani fogtok még tőlem erről a játékról, ha jó irányba fejlesztik ezt a játékot, akkor igen, akkor úristen, tiszta szívemből ajánlom, jobb, mint a Battlefield. Értitek? Jobb, mint a Battlefield. Jobb, mint az Arma azoknak, akik nem nagyon vannak benne a nagyon-nagyon realisztikus shooterekbe. Egy Battlefield és egy Arma egyszerűen nyelbeütött keveréke. Szóval, igen, ez van, de ne vegyétek meg. Tehát azt mondom, hogy még ne. Most már kerestek vele annyi pénzt, hogy lássuk, hogy hova fejlődik a játék. És csak utána. De akkor teljes mértékben tudom ajánlani, hogyha nyélbeütik, teljes mértékben tudom ajánlani ezt a játékot. Ha félre tudod tenni azt, hogy ez most Early Access, akkor is ajánlom a játékot. Ha nem, akkor várjál. Nos, ez lett volna az én rövid első bemutatom erről a játékról. Köszönöm a figyelmet. Várom a kommenteket. Neked tetszik a játék? Megvetted? Kipróbálnád? Mit csinálnál vele? Kérlek, írd meg. És ja, kérdéseket várom itt is, ha vannak a Facebookon, Discord szerverünk, bárki számára elérhető, lehet csatlakozni, link a videó leírásban. Úgyhogy ja,
Köszönöm a figyelmet, sziasztok!